A Sony csapata feltette a kérdést, hogy jó ötlet lenne-e, ha házi célokra is kifejlesztenének egy formátumot. Így vették a Jumatikot, és készítettek belőle egy kompaktabb verziót. Megtartották az U befűzési módot, és a képminősége is hasonló lett az 1975-ben bemutatott Betamaxnak. The Sony Betamax. Its only purpose is to serve you. A Betamaxot aránylag sokan ismerik, vagy legalábbis hallottak már róla. Ez volt a legnagyobb riválisa az 1976-ban bemutatott VHS-nek. A Beta 2-s értelmű nem csak a görög ABC második betűjére utal, hanem japánul a jelek felvételi módjára is a szalagon. Max pedig a maximum rövidítése. Az első készülék az amerikai piacon az LV1901. Egy 48 centis tévével egybeépítve egy szekrényben helyezkedett el. Valamint az SL6300, ami egy különálló készülék. Mivel ebbe a relatív kis kazettába, ugye a VHS és a Video 2000 kazettá is nagyobbak, kevesebb szalag fér, csak 60 percet lehetett rögzíteni. Nem volt túl vonzó, mert a VHS-sel 2 óra volt a maximum felvételi idő, LP módban pedig 4. Ezért 1977-ben az SL8200-zal bevezették a Beta 2-t maximum 2 órás felvételi idővel, az L500-as kazettákra. Természetesen lassabb szalagsebesség mellett rosszabb képminőséggel. Ezért a Beta 1 így csak másfél évig volt a piacon, de később is több készülék le tudta játszani, vagy akár egy rejtett gombot átkapcsolva fel is tudott venni ebben a módban. A Beta 2 volt a legelterjedtebb, és a legtöbb NTSC készülék a Beta 3-at is tudta, ami a Beta 1-hez képest 1/3 szalagsebességet jelentett, ezért 300 percre nőtt a maximum felvételi idő. Európában közel egy időben kezdték el forgalmazni a Betamaxot és a VHS-t. Mivel az NTSC rendszerben addigra már a Beta 2 volt az alap, így a PAL esetében már nincsen LP mód. A kazettákon látható jelölés L750, ahol L a length, vagyis hossz, 750 láb, ami 229 méter. Ez 3 órás maximum felvételi időt jelent NTSC Beta 2-ben, és 3 óra 15 percet PAL-ban. With a Sony Betamax and the portable Sony videotape camera, you can do just that. You can record what you want, when you want, and watch what you want, when you want. It's the best family entertainment on television. One more shot, Ma. Come on, smile. This is the best birthday I've ever had. A 80-as évek elején a Sony lényegében feltalálta a camcordert. Ez volt a Betamovie, ami tartalmazta a kameraoptikát és a felvevő egységet is. Nagyon egyedi megoldást alkalmaztak benne, ugyanis a fejdomb mérete a normálhoz képest kevesebb, mint a fele, a két fej egymás mellett helyezkedik el, és teljes fordulatonként változtatja az aktivitást, a fejdob pedig kétszer gyorsabban forog. A szalag majdnem körbeöleli a fejdobot. Ehhez viszont a kamerarész úgynevezett overscan-t használ, hogy a kimaradó területre ne kerülhessen hasznos információ. Ugyan technikailag fontos újítás, de mivel nem tudta visszajátszani a felvételt, nem lett sikeres. At last, a VCR that hooked up to your stereo system transforms the home video experience into the home theater experience and is fully compatible with all existing beta tapes. There's an incredible technological story behind it, but to really appreciate Beta Hi-Fi, just sit back, relax, and open your eyes and ears to a new world of home entertainment. Sony Beta Hi-Fi, the theater experience hits home. 1983-ban Sony bevezette a Beta Hi-Fit az NTSC Magnókhoz. Nem kellett neki külön hangfej, hanem pár hozzáadott FM segédvívőt épített be a rendszerbe. A Sony már évekkel korábban felkészítette erre az összes terméket. Így kerültek a piacra a Hi-Fi Ready Magnók, amihez csatlakoztatni lehetett egy Hi-Fi modult. A PAL Magnók kissé másként működnek, ezeknek van dedikált Hi-Fi hangfeje. Először ez írja az infót a szalagra, utána a videófej. Az első Hi-Fi modell az SL5200 volt. Szintén piacra dobtak egy adaptert a PCM digitális hangrögzítéséhez,
ami 14 vagy 16 bites, 10-től 20 kHz-ig volt képes a hangot felvenni. Ez a készülék az SLC40 1983-ból. Távirányítós, lineáris sztereó és zajszűrőt is tartalmaz, ami kikapcsolható. A programozása rejtett panelon az elején, a csatornák hangolása pedig a tetején található. Ez azon kevés készülékek egyike, amelyik a lineáris sztereó hangot használja. A Betamax specifikációja ugyanis egy hangsávot ír elő, hosszanti irányban, így ebben az esetben ezt a hangsávot felezi meg a sztereó hanghoz. A legtöbb Betamax Magnó a kazetta behelyezésekor azonnal befűzi a szalagot, és ez lesz a készenléti állapota, így gyorsabb a reakcióidő is. Később sok gyártó alkalmazta ezt a VHS készülékeknél is. A Betamax mono hangja kicsit rosszabb, mint a VHS-é, mert lassabb a szalagsebesség. De mivel a képhez más technikát használ, és a színkezelés is más, az egy kicsit jobb annál. A mechanika viszont sokkal bonyolultabb. Érdekessége a Betamaxnak, hogy nem forog az egész fejdob, csak a fejek. Ez persze nagyobb igénybevételnek teszi ki a szalagot elvileg. A befűzés miatt pedig jóval több ponton érintkezik a szalaggal, mint a VHS vagy a Video 2000 M alakú befűzése. Mégis kevésbé nyomja meg azt, mert egy szöget zár be vele, míg a VHS szinte merőlegesen húzza kifelé. A Sony Super Beta Hi-Fi is the video cassette recorder that the experts say is 20% sharper than all others. 1985-ben került a piacra a Super Beta, ami nagyobb sávszélességet használ a képhez, pontosabban a világosság jelhez. Így a felbontást is tudták emelni a korábbi körülbelül 250-260-ról 290 sorra. Ez a modell a 15 éves évfordulóra készült, sajnos csak NTSC rendszerhez. Különlegessége, hogy a lehajtható panelen érintő gombos vezérlésű és érintő LCD-s távirányítót kapott. Super Beta Max, Hi-Fi S-Video kimenettel és Beta 1 Super High Band felvételi móddal, ami jobb minőséget ad, mint a sima Beta 1, de nem kompatibilis vele. Betamax. 1988-ban jött a továbbfejlesztett változat, az ED Betamax. Extended Definition. Közel 500 sorra nőtt a maximum felbontás, és növelték a sávszélességet, valamint javították a mechanikát is. Az EDV 9500 volt a csúcsmodell. A 80-as évek elejére 25%-os részesedést ért el a Sony a Betamax-szal, de folyamatosan csökkent. 87-re már csak 7% volt. Annak ellenére, hogy a Sony 88-tól forgalmazott VHS magnókat 2002-ig folytatta a Betamax rekorderek gyártását is. 2016-ban állították le a kazetta gyártást. És most néhány felvétel ezekről a kazettákról. There we are, sir. The new Cavalier LX. It's all yours now. Now the latest news for the South. It should be a dry night wherever you are if you're seeing the new year in out of doors. By New Year's Day, though, we will begin to see a belt of cloud and rain pushing its way in from the west, just preceded by a little bit of sleet and snow over the highest ground at first, before we finally see a change to rather more showery weather. That's it from me. Let me wish you a happy new year. Entertainment for Saturday night on One starts with Bob's Full House at 5:20. Then at 6 o'clock, the Flying Doctors are needed in Cooper's Crossing. Entertainment for Saturday night on BBC One. First on One, we join Jasper Carrot, and that's after the break. BBC Two's film in a moment is the British TV premiere of Peggy Sue Got Married. Kathleen Turner stars as a middle-aged woman magically transported back to 1960 to find she can make all her choices over again.
Very few options for Rocky the boxer in our late film On One Tonight. He must go back into the ring and challenge the world heavyweight champion again. Sylvester Stallone's Rocky II at 10:20. Before that, in half an hour on BBC One, Jasper Carrot takes a look at some weird and wonderful examples of television advertising around the world. Carrot's commercial breakdown. Now it's time for the 9 o'clock news with Michael Burke. The Vatican has accused the United States of occupying Panama. Az az általános szemlélet, hogy a Sony elvesztette a formátumháborút a Betamax-szal. Ez azért nem teljesen igaz, mert ebből fejlesztették ki a Betacam-et, ami viszont uralta a stúdiótechnikát egészen addig, amíg mindenki el nem kezdett fájlokat küldeni. És itt azért nem mondok csak tisztán digitális technikát, mert már réges-rég megjelentek, és a Sony folyamatosan ezt a részt fejlesztette, azokat a magnókat, amik ugyan még szalagot használtak, de minden digitális technika volt mögötte, és a jelrögzítés is digitális volt. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!